Amikor visszajöttem Portugáliában, megfogadtam, hogy hetente legalább egyszer fogok csinálni virtuális idegenvezetést, amit eddig tartottam is, hiszen hétvégenként Instagramon láthattátok ezeket. Most viszont egy lépéssel feljebb lépek, és hozom a rendes kamerát, utólag pedig megpróbálom viszonylag rendesen megvágni, de elég adhok jellegűek lesznek ezek a túrák, mert hogy én sem mindig tudom, hogy mi az, ami várni fog rám. A héten két lehetőség közül lehetett választani, az egyik az volt, hogy menjünk el Sintra mellé, Sintra az a helyi Szentendre, vagy Szintrendre, szóval menjünk el oda egy erdei túrára, lettek volna hegyek, óceáni kilátás, meg ilyenek, nagyon sokan szavaztatok rá, de végül az az opció nyert, hogy menjünk el a régi lakásomnak a környékére, és ott mutogassak olyan helyeket, amiket turisták általában nem látnak, és meg tudom mutatni, hogy hogyan is élnek a portugálok valójában. Kicsit nem bánom, mert a suli elég életerhel, nagyon sok beadandóval el vagyok még maradva, úgyhogy lehet, hogy nem is baj, hogy csak erre a kisebb túrára indulunk, de annak is ideje lenne nekiállni. Az utunkat a belvárosi Santa Apolónia állomásról kezdjük, ahonnan a cél szó szerint 5 percre van vonattal, de mivel elég sokat szerencsétlenkedtem a kamerával, lekéstem a vonatot, úgyhogy busszal megyek. Amikor először megérkeztem Portugáliába 8-9 évvel ezelőtt, és a busz először áthozott ezen a téren, ez volt az a rész, ahol először éreztem úgy, hogy ez a város egyébként jól is tud kinézni, mert a belváros nekem nagyon-nagyon nem jön be a maga keszekusza rendezetlen forgatagával. És akkor még a belvárosban laktam, és nem sejtettem, hogy néhány hónappal később ide fogok költözni, pont erre a környékre. Ezt a városrészt Braço de Prata-nak, vagyis Ezüstkarnak hívják, ami azért utal arra, hogy ez egykor egy nagyon gazdag kis település volt itt Lisszabon környékén, ma nyilván a városnak a része. Ezt az egykori gazdagságot tükrözik a környék nagyon díszes, dekoratív épületei is, amelyek nagyon sokáig elhagyatottan álltak, nagy részük még most is ilyen, de ezt a környéket igen erősen rehabilitálják az utóbbi időben. Nagyon sok kulturális esemény van itt a környéken, és kezd felpezsdülni ez a rész. Messze nem ilyen volt 8 éve, amikor itt laktam. Apró irónia, hogy ezt a kis ékszerdoboz terecskét úgy hívják, hogy Post Bispo, vagyis Püspök kútja, és az egészet ez a nyilvános vizelde uralja szakban is, úgyhogy ezek után nem nagyon tudom, hogy milyen lehetett az a püspökkút valójában. Kezdek egy kicsit szentimentális lenni, mert itt ezen az utcáskán körülbelül 6 milliószor mentem végig annak idején. Házak és utcáskák nagy része az ilyen volt, ilyen állapotban, mint ahogy itt látjátok. De egyre többet így felluxiznak. Helyenként ezen a környéken még fel lehet fedezni a régi, hagyományos portugál falusi házikókat. Jellemzően ezeket egy sorba építették, nagyon szűk ablakokkal és ajtókkal látták el őket. Részben anyagi okokból, részben pedig, mert ez segített átvészelni a nyári hőséget. Ezt ugyan kiraktam tegnap Instára, de ezt egyszerűen nem tudom megunni, mindenütt a saját nevembe ütközöm. Ez egyébként egy helyi festékmárkának a neve, de nagyon jó. Az az utca, ahol most megyek, az a Rua Valformoso de Cima, ami szabad fordításban annyit jelent, hogy felső szépföldi út, ami két dologról nevezetes. Az egyik az az, hogy itt van a város leghíresebb ikonikus csigázója, mármint csiga étterme, vagy csiga sörözője, ahol nagyon finom csigákat lehet enni. A másik pedig az, hogy itt laktam. Az volt az erkélyem ott. Csigát most nem fogunk enni, mert hogy eléggé idényszerű termék, most pedig nincs itt a szezonja. De azt onnan ismeritek meg, hogy csiga szezon van, hogy a helyi sörözők ablakaiban jellemzően egy kézzel írt papír cetli jelenik meg, hogy ákkarakó is, hát szaracó is, ami azt jelenti, hogy van csiga, úgyhogy be lehet térni egy jó kis csigázásra. Amúgy nem úgy eszik a csigát, mint a franciák, meg nem is az éti csigát fogyasztják, hanem egy másik fajt. Jellemzően sörözés közben fogpiszkálóval eszegetik ki ezeket a kis parányi, sárgás, fehér állatkákat. Nem tudom egész pontosan, hogy melyik fajt, de egy ilyen, minek hívják? Sörkorcsolya? Sörkorcsolyaként fogyasztják többnyire. Én egyszer vettem a piacon, próbáltam megcsinálni követve egy receptet, de nem igazán jött össze, úgyhogy nem próbálkoztam vele többet, de egyébként egész finom az, amit a kocsmákban lehet kapni. És ott van az ablakom a másik oldalról. Nagyon szerettem itt lakni, viszont amikor
ide költöztem és meghívtam a kollégáimat, hogy lakásavatót tartsunk, akkor az egyikük megjegyezte, hogy ez tényleg nagyon jó ez a lakás, nagyon szép a kilátás, tiszta időben pedig a szemközti domb Bela Vista nevű lakónegyedéből valószínűleg lehet majd hallani tiszta időben a lövéseket is. Hát ott egy kicsit elgondolkodtam, hogy jó ez a környék, de hozzáteszem, hogy Lisszabon egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon biztonságos város. Legalábbis a nagy része, ahol turistaként jártok, az egész biztos, hogy semmilyen aggodalomra nem adhat okot, leszámítva mondjuk a zsebtolvajokat, de az valószínűleg vele járulja minden városnak, ahol nagyon tömötten vannak a turisták. Amire még sok panasz szokott érkezni a turistáktól, az a drogdílereknek, vagy legalábbis kamu drogdílereknek a hada. De ez nagyjából ugyanaz, mint amit otthon a Kazinczy utca környékén lehet megtapasztalni Budapesten. Hát úgy látszik, hogy ez is vele járulja a nagyvárosi turista forgatagnak. Jellemzően nem kell velük semmit csinálni, menni tovább, aztán ennyi az egész. Viszont menet közben megérkeztem egy olyan helyre, ahova nagyon el szerettem volna jönni, ugyanis ez itt egy elhagyott régi tanya volt, és akkor kezdték el rendbehozni, amikor itt laktam. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lett belőle, sajnos nem tudok régi képeket mutatni, de elég sokat urbexeztem itt, vagy vilexeztem, mert hogy mégiscsak egy falusias környezetről beszélünk. Láthatólag egy pihenő parkot szerettek volna itt létrehozni, de mindjárt megérkezek a régi tanya épülethez, ami eszméletlen izgalmas belülről. Ne! Gyerekek! Ezt teljesen elbontották. Na hát, ha valamiért kár volt, akkor az ez. Itt volt régen egy tanya épület. Be lehetett menni, nyilván le volt zárva, de be lehetett menni. Jaj! Na hát ezt sajnálom, ilyen nagyon szép csempézett épület volt, tipikusan olyan, mint minden portugál épület csempézett, és fel lehetett fedezni benne a régi tanyasi életnek a nyomait. Volt egy ilyen hatalmas nagy betonkád, vagy nem betonkőből kifaragott kád. Na mindegy, nem tudom megmutatni. Most kicsit szomorú vagyok. Nem, tényleg. Most tudod elfogadni? Como se chama? Zoe. Zoe. Olá, Zoe. É bruta? Um pouco. Régen itt ez a rész lényegében egy hatalmas dzsunge volt, nem is járt ide senki, csak én kumisszal, meg a környékbeli általános iskolások füvezni, ami nyilván nem túl jó. Viszont most felparcellázták ezeket, nincs minden kertecske a legjobb állapotban, de ez nagyon-nagyon tipikus ezekre a Lisszabon környéki, vagy Lisszabon belsejében levő kicsit elhagyatott részekre, hogy az emberek ahova csak lehet kis kerteket raknak. Többnyire ezt illegálisan teszik, vagy legalábbis nem túl legálisan, de nem hiszem, hogy ez egy olyan hatalmas probléma lenne. Itt nincsen kultúrája a hétvégi telkeknek, mint például nálunk, hanem a lakótelepek környéki grundokat, felhagyott részeket szokták művelésbe vonni. Egyébként a lisszaboniaknak a beceneve az az alfacinhas, ami szó szerinti fordításban salátácskákat jelent. Nem nagyon biztos, hogy mi ennek a szónak az eredete, egyesek azzal magyarázzák, hogy nagyon sok ilyen kis kerteske van mindenfelé a városban, mások azt mondják, hogy az alfasza, a saláta az lényegében egy nagyon ártalmatlan, barátságos növényke, úgyhogy ez nagyon jellemző a lisszaboniakra is, hogy barátságosak, ártalmatlanak és nagyon-nagyon kedvesek. De ezzel is magyarázzák, egy másik magyarázat pedig az, hogy a nőknek nagyon-nagyon kevés szabadsága volt itt annak idején, lényegében be voltak zárva a konyhába, és legfeljebb a templomba mehettek ki közösségi térbe. Nyilván ez réges-réges-régen volt így, és állítólag rájuk utal az alfacinha kifejezés, mert hogy egy helyben vannak, mint egy fejsaláta. Hát nem tudom, melyik az igaz, de legalább most már ezt is tudjátok! Ez itt egy nagyon tipikus portugál zöldségnövény, a covgalega, egy kelféle, ami nagyon-nagyon praktikus, mert hogy lényegében semmilyen igénye nincsen, az ember lejön ide, hogyha kell a levesbe vagy bármilyen kajába, levág róla két levelet, aztán nő magának tovább a növény. Úgyhogy lényegében egy ilyen
földbe gyökerezett éléskamráról van szó. Azt hiszem, egy kicsit sokat szentimentáliskodtam a tanyán, úgyhogy ideje továbbállni. Itt ez a rész, ez a völgybe ékelt kis falu, ez a Valfundang, azt hiszem alapvölgyet jelent leginkább, vagy valami ilyesmit. Szóval ez az a rész, amihez hasonlót nagyon keveset lehet látni Lisszabonban. Ez egy tipikus kis portugál falucska itt megőrizve. Elég puccos környék abból a szempontból, hogy itt egész biztos, hogy nem fogok tudni lakni, mert nagyon magasak az ingatlanárak. És ha már az ingatlanárakról beszélünk, Lisszabon egy hatalmas lakhatási krízissel áll éppen szemben. Óriási a lakáshiány a városban, amin kifejezetten nem segített az, hogy 2012-13 környékén úgy döntött a város, hogy igenis építeni kell a turizmusra, vonzani kell a nemzetközi embereket, hogy jöjjenek ide. Megnyitották a lisszaboni repteret a fapados járatok előtt, és onnantól kezdve olyan gentrifikáció indult be, amihez hasonló léptékűt Spanyolországban sem nagyon lehetett látni. Úgyhogy jelenleg ott tart a helyzet, hogy lényegében nincsen lakás Lisszabonban. Ha ide jönne valaki hosszabb időre, akkor nagyon-nagyon fel kell kötnie a gatyáját, hogy találjon egyáltalán épkézláb lakhatási lehetőséget. Csak egy példa, ez a rész, ahol én laktam, itt egy háromszobás lakást béreltem 550 euróért 8 évvel ezelőtt. Hatalmas, jó állapotú lakásról volt szó, jól felszerelt konyhával. Hát ma ezen a környéken 650 euró volt a legolcsóbb, elég lepukkant szoba, amit találtam. És ezt elég nehezen lehet magyarázni, mondjuk az inflációval. Erről beszéltem, itt van a portugál kell. Szépen elkezdett onnan nőni, ahogy éhesek voltak, kijöttek, leszakítottak egy-egy levelet. Ez a kell pedig nő tovább az égig, és szedegetik onnan a leveleket. Visszatérve, a külföldi osztálytársaimnak a nagy része arra panaszkodik, hogy nagyon-nagyon a városon kívül találtak csak lakást, több mint másfél óra bejutni a suliba, illetve van, aki szállodában lakik az egész idő alatt, ami jelentősen megdobta azt a tervezett költségvetést, amin gondolkodott korábban. És menet közben kezdünk belekóstolni a nem túl jó környékbe. Egyébként ez nagyon jellemző Lisszabonban, hogy sétálsz egy környéken, nagyon puccos meg minden, két sarokkal arrébb pedig legszívesebben visszafordulnál. Jó, ez a nap második nagy meglepetése, hogy nem is olyan rossz, mint amilyenre emlékeztem, mert hogy ez a ház, ami itt van mögöttem, ez régen olyan szinten le volt pukkanva, és soha nem tudtam itt úgy eljönni, hogy ne lógjanak nagyon fura alakok az ablakokban, és veszekedjenek éppen egymással. Szóval ezt a házat most úgy látszik, hogy elaposan kigloncolták az elmúlt időszakban. Nem azt mondom, hogy ez lenne az a környék, ahol legszívesebben laknék, de ha nagyon nincsen szállás, akkor lehet, hogy bevállalnám. Nyilván vannak ennél sokkal, de sokkal gázabb környékek is, de oda lehet, hogy nem mennék be kamerával. Egyszer már megcsináltam. Egyszer elmentem egy olyan helyre, ami egy domb tetején volt. Gondoltam, hogy az egyik toronyházból milyen jó kilátás lesz majd. Nálam volt a régi Nikonom, objektívvel, mindennel mentem fel. Elég jó kis környék volt. Aztán amikor beértem abba a kis utcáskába, ahol az a nagyon magas ház volt, akkor ott már át kellett lépkednem mindenféle drogosokat, ahogy mentem felfelé, de úgy voltam vele, hogy végül is kifelé legalább ugyannyi idő, mint befelé, úgyhogy ha már itt vagyok, akkor végigmentem, és tök jó képeket csináltam. De ennek ellenére ezt nem csinálnám meg még egyszer. Jó, kicsit hosszabbra nyúlt ez a kis kirándulás, mint ahogy terveztem volna, és még elég sokat kell tanulnom. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy metróval fogok visszamenni a városba. Ha metróval közlekedsz és könnyen eltévedsz, akkor egy pró tipp, hogy itt ellentétes irányban közlekednek a szerelvények, pont úgy, mint a gödöllői év. Tehát onnan jön a metró, ahonnan nem várnád, és az ellenkező irányban kell mindig gondolkodni. És ezzel körbe is értünk, visszaérkeztünk a Santa Apolónia állomáshoz. Van viszont még egy adóságom a végére, válaszolni azokra a kérdésekre, amit Instagramon tettetek fel másfél hete. Végül is még időben vagyok. Na nézzük, mennyi narancsot eszel odakint, irigykedek.
Amióta megjöttem, szerintem csak egyszer vettem narancsot. Ez azért nem ugyanaz, mint amikor a narancs farmon vagy narancs ültetvényben dolgoztam, úgyhogy most viszonylag kevés narancsot eszem, almát azt annál többet. Meddig maradsz Portugáliában? A suli az március végéig tart, de valószínűleg március végén nem megyek még rögtön vissza. Meglátom, nincsen még meg a visszajegyem, úgyhogy ez egy nyitott kérdés. Data scientist vagy már? Nem, de elég erősen dolgozom rajta. Milyen hallgatóknak ajánlanád a PhD képzést, hol az arany középút a pénz és a tudomány között? Akkor ajánlom a PhD képzést, hogyha valóban akadémiai területen szeretnél később elhelyezkedni, kutatásban szeretnél maradni. Ez lehet, hogy egy sokkal hosszabb kifejtést érdemelne, mint egy ilyen gyors kérdezfelelek. Nagyon alaposan gondold át, hogy így szeretnéd el leélni az életednek legalább egy szakaszának egy jelentős részét a jövőben. Ha újra kezdeném, nem biztos, hogy csinálnék PhD képzést, ismerve azt, hogy nem azon a területen dolgozom azóta. Nem tudom, hogy ez jó válasz volt-e. Az automatáknál tudsz venni újra tölthető kártyát, mi is ezt csináltuk nyáron, túl bonyolítottad. Ez arra volt reakció, hogy amikor megjöttem, előkészültem mindennel, hogy tudjak igényelni bérletet, és rögtön lényegében az első naptól vagy második naptól kezdve használhassam is. Így néz ki egy ilyen kis plastik kártya, fényképemmel meg minden adatommal együtt. Valóban tudsz venni az automatából is kártyát, amit újra meg újra lehet tölteni. Azzal lehet utazni, le kell csippantani a buszon meg a metrón meg amilyen közlekedési eszközt igénybe veszel, viszont meglehetősen drága lenne itt így élni, úgyhogy a kártya az egy igen kedvezményes utazást tesz lehetővé. 30 vagy 40 euróval tudod feltölteni, attól függően, hogy csak Lisszabonban szeretnéd használni, vagy egy környéki bérletként, ami Lisszabonnak azt hiszem egy 60 kilométeres körzetében érvényes, szóval nagyon-nagyon-nagyon megéri, hogyha hosszabb távra maradsz. Viszont elég macerás a bürokrácia ezzel kapcsolatban, ráadásul pont lefagyott a rendszer, amikor először feltöltöttem volna 40 euróval, úgyhogy azt hiszem egy és egy negyed órát kellett sorban állnom, amíg végre sikerült megoldani ezt a problémát. Ezt posztoltam ki Instagramra, és erre jött ez a reakció, hogy túl bonyolítottam a helyzetet. Szóval valóban, hogyha csak egy sima metrókártyát vennék, akkor ez túl sok macera lett volna hozzá, de ez mondom egy ilyen tartós bérletigazolvány, amit lehet használni, nem csak itt, hanem P+R parkolóknál is. Tehát ha P+R-ben szeretnéd tárolni a kocsidat, akkor ezzel a kártyával be tudsz menni, és azon felül csak egy nagyon-nagyon jelképes összeget kell fizetni a parkoló használatért. Szóval több ez egy picit, mint egy BKV bérlet, hogy valami pozitívumot is mondjak a helyi tömegközlekedésről. És szerintem ezzel túragoztam, mert hogy ismét túl bonyolítottam. Szereted a Star Wars-t? Ez nem tudom, hogy komoly kérdés volt, nem, egyébként nem szeretem a Star Wars-t. Tudom, kellene, de teljesen idegen, hogy... A többi kérdésre szerintem válaszoltam személyesen, mert azok elég specifikusak voltak, úgyhogy legyen most elég ennyi, jövő héten meg remélem végre el tudom hagyni a várost, és el tudok menni egy jó kis természeti túrára. Tartsatok majd velem. Sziasztok!